Ezt válaszolta neki, bizony mondom neked, míg ma velem leszel a paradicsomban. Ezek az evangélium igényi. Érdemes lenne valahogy
városnak otthonunk, Jézus Krisztus háza. Kedves én is drágák! A történet mese nyilvánvalóan mindegyikünkben a minisztráns életünk és minden napjaink nyilatja fölött is van. Hozzászoktunk a templomhoz. Szeretjük a szentünk a templomot. Van is mi szeretünk bennünk, hiszen ez a templom 70 éve szereti, gyűjti maga köré és magába a szentülés híveket, mikor ugyanakkor voltak ki, és aztán felnövekedve, felnőtté válva, nem csak a két házközségnek, hanem a világban élő keresztényeknek is példaképeinként érték végig az életet. Sokszor azonban megkísért bennünket a gondolat. Az a gondolat, valahol kint, valahol máskor, valahol lehet, hogy jobb lenne. Varga betűket írunk le az életünkben. Sokszor olyan utakat járunk, amelyekben szeretni szeretnénk mindazt, amit a családi részekben, itt a Szentlélek templomban tanultunk. Sokszor testvér háborúk dúlnak közöttünk, mint testvérek között mindig a családokban, és nehéz megtalálnunk, megteremtenünk a békét. Békét csak azt tud teremteni, aki az Isten szavát képes hallani. Aki a végérvényes és legfontosabb mondat, Jézus házában szívügyének tekintjük, lelkénk engedő hatalmat. A mai evangéliumban az Úr Jézus a kereszten nem szól. Hallgat, miközben előtte bámészkodik a tömeg, hallgat, miközben gyalázzák a katonák, hallgat, miközben gyalázzák a zsidó vezető. És hallgat akkor is, amikor a vele hasonló sorsra jutott ballagot, ugyancsak szidalmazva őt. De amikor megszólal a jóság, a jobb akkor szeretnének, és kéréssel fordulunk hozzá, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országokra érkezel. Jézus nem hallgat tovább, válaszában biztatás nem csak a jobblakó, hanem az egész környezet kapja. Még minden is van biztató, még ma velem lesz a parancsolva. Bizony, sokszor érezzük azt az életünk során, felnőttek el tudják mondani, nem szól az Isten. Sok mindent megenged az Isten. Érthetetlen dolgokat is megenged az Isten. Megengedi a világ sokszor zavaró, bámészkodását, tanástalan szétlát kezét és nézést. Megengedi az Isten azt, hogy szenvedéseink keresztények tövében ott kiabáljanak azok, akik széthúzást akarnak teremteni,
mennyire hallunk a Jézus mondat. Mennyire vagyunk képesek tanúságot tenni egy sokszor bombán álló, a népben koordináló világának az igazi hangról, amely hang Jézus hangja. Sokszor elhalandozunk, nem csak a szentmiség alatt, hanem útjaink is sokszor elvezetnek, elkanyarodnak attól, amit Jézus Krisztus oltárának elsajátítottunk és megölöttünk. De mindig van visszaút, és a visszaút után mindig Jézus megmutató hangjának kell a szívünkben a legerősebbnek lennie, és ezzelünk a hang szerint kell tudni alakulni az életünket. És ebben kell a nem magára hagyva, hogy csináljanak azt, amit akarnak, gondolkozzanak úgy, ahogyan akarnak, hanem szerintem, de szigorúan, határozottan, világos célra felé vezetni őket. A felnőtt szentélyek világra nemzetét. Ezt a felelősséget senki sem hányhat el magát. Így válunk mindannyian. Egy közösség, egy család tagjainak, ahol mindenkinek megvan a helye abban a templomban, amely nem emberi célból, hanem Isten kedvére, Isten dicsőségére épült, és amelynek